Üdvözlök mindenkit! Én Ember Norbi vagyok, ez pedig az Oldalvonal legújabb része. Innen Budapestről, a Nemzeti Stadionunktól, a Puskás Arénától, ahol ma este az Európa Liga legjobb 16 csapata között a második mérkőzés következik, melyet majd a rekordbajnok Ferencváros fog megvívni a német Bayer Leverkusen együttes ellen. Érdekesség, hogy a két csapat ugye a múlt héten találkozott már egymással, akkor Leverkusenben, a Bayer Arénában volt szerencsém ott lenni. Ha nem tettétek meg, tudjátok majd nézni, itt fölöttem valamelyik oldalon meg fog jelenni a hivatkozás a múlt heti mérkőzésről, csekkoljátok majd le. Ezen felül pedig tekintsük vissza röviden, hogy mi történt a múlt heti mérkőzésen Leverkusenben. Kapufáról kipattan a labdával. Hihetetlen. Nem volt benne a játék képében, azt kell, hogy mondjam. Most, hogy láttátok, hát mondhatjuk úgy, nem igazán volt szerencsés a Ferencváros azon a mérkőzésen, hiszen Demir Bay egy fantasztikus bombagóllal megszerezte a vezetést a Leverkusen csapatának, majd egy fantasztikus vécsei labdát Zakariasen sajnos csak a felső részre bírt lőni, és tényleg pár centim múlt a Ferencváros egyenlítő találata. Ezután
leginkább biztonsági játék következett mind a két oldalon, a Fradi próbálkozott többet, de végül is egy Ryan Meyer szabálytalanság után Lozsek rálőtte 35-ről a szabadrugást a 85. percben, mely a kapufáról szerencsétlenül kipattant, és olyan rosszul pattant, hogy pont az üresen érkező Tapsoba elé jött, aki nem hibázta a lehetőséget, és ezzel 2-0-ra alakította ki annak a mérkőzésnek az eredményét, mint később kiderült végeredményét. Tehát így most a Leverkusen 2-0-es előnyből várja majd a ma esti összecsapást a Puskás Arénában. A mérkőzés előtt ugye a sajtótájékoztatón azért elmondták azt, hogy például a Leverkusennél nem tudnak majd számítani Patrick Schick játékára, valamint Karim Bellarabi sem jött el a csapattal. Ők mindenképpen jó, hogy nem tartottak az ellenféllel, mert mind a ketten eléggé klasszis játékosok. Ami a Fradit illeti, ugye Cserzsaszov mester elmondta azt, hogy a Ferencvárosnál sajnos elég hosszú maródiak listája, és összesen 13 bevethető labdarúgója van a mezőnyben, ami hát eléggé kevés, de bízunk benne, hogy ma ez a 13 játékos hősként fog kimenni a pályára, és mindent megtesznek majd azért, hogy futballtörténelmet írjanak magyar szemszögből, és bejussanak az Európa Liga legjobb 8 csapata közé. Úgyhogy nincs más hátra, hamarosan jönnek majd a kezdők, jön a mérkőzés, gyertek, tartsatok velem, de mindezek előtt, ha nem tettétek meg, iratkozzatok majd fel az oldalon a YouTube csatornájára, dobjatok egy jó lájkot a videóra, és kommentétek lent alá a komment szekcióba, és ha mindezekkel megvagytok, nyomjátok be a kis harangot, hogy minden egyes videóról értesítést kaphassatok, mert itt az oldalon a YouTube csatornán fog majd megjelenni. Ezen felül, ha rendelkeztek Facebookkal, akkor találkozunk a Facebookon, ahol majd oldalvonal néven fogtok megtalálni. Nyomjatok egy jó lájkot és egy jó követést, ezt előre is köszönöm szépen. Ha pedig rendelkeztek Instagrammal és TikTokkal, akkor várnak benneteket majd személyes profilomon az Ember Norbi, ahol mindig megpróbálok lehető különlegesebb tartalmakkal, érdekesebb magyar focis tartalmakkal és képriportokkal is jelentkezni, hogy találkozunk ezeken a felületeken is, és ha szeretnétek támogatni az oldalvonal működését és fejlődését, hogy minél több minőségi vlog készülhessen majd itt az oldalvonal YouTube csatornáján, ezt meg fogjátok tudni majd tenni a PayPalom, valamint a köszönet gomb segítségével, melyet a like gomb mellett találtok itt alattam, bármely támogatást előre is köszönöm szépen, hogy minél több minőségi videó készülhessen majd itt az oldalvonal YouTube csatornáján. Úgyhogy nincs más hátra, egy jó majdhogy nem 2 óra van még a kezdőrugásig, gyertek, tartsatok velem, reméljük, hogy ma sporttörténelmi pillanatokat fogunk látni, fantasztikus szurkolás mellett. Én kívánom Fradinak, hogy sikerüljön történni, bravo, és 2-0-ra föl tudjanak állni. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok ma a Ferencvárosnak, és meglátjuk, hogy sikerül-e ma a Fradinak. Én bízom benne. Hajrá, magyar foci, gyertek, tartsatok velem!
8-as a Robert Andino, 9-es Szádár, 12-es Tapsolató, 19-es Mosza Diaby, 25-es Ezekiel Marcios, 27-es Florian Grietz, 30-as Zsányi Fénko. Most pedig görgezik a Ferencváros tornaklub bemutatása.
kezdődött már a mérkőzés itt a Puskás Arénában, és sajnos már összett a vendég Leverkusen csapat az első támadásból. Diaby nagyon simán futotta le Knöstert, és ebből szerezték meg a vezetést. Kijövő Dibusz mellett tette el nagy szélen a labdát a Leverkusen játékosra, sajnos kár ezért nagyon korai gólél. Hármat kéne rúgni a hosszabbításért. Nagyon nehéz. Nem lehetetlen, de nagyon nehéz. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a játék itt a Fradinál. Nagyon korai volt ez a gól. És a labdavesztés indultól. De megoldják. Úgyhogy 1-0, a hangulat egyébként nagyszerű, a Ferencváros táborra eszméletlen komolyan szurkol. De egyelőre sajnos a vendég Leverkusen vezet. Van még 85 perc, azért bármi lehet, láttunk már csodát. Én azért még reménykedem, hogy jól lehet. Ez Fradi ki tudna egyértelműen, akkor még azért mindig egy relatív jó meccs lehet. Hát bízunk benne, hogy sikerül minél hamarabb. Sok sikert a Fradinak, és hajrá magyar foci, mert tartsd a tábjak is. És 36. percével járunk, az állás tabra 1-0 a Leverkusen javára. A Ferencvárosnak most azért voltak már lehetőségei, voltak lövések is, közben egy szélső támadás. Hozza a Leverkusen labdát, de gyönyörűen tisztán veszíti, dobhat a Fradi. Tehát a mérkőzés 36. percével járunk, vezet a Leverkusen 1-0-ra, nagyon korai góla. Megmondom őszintén, eléggé idióta gól volt, tényleg sajnos. Olyan simán futotta le a Leverkusen játékos a Fradi védőjét, hogy borzalmas. Ezután azért a Fradi átvett a kezdeményezést, több lehetőség is volt. Rádecki kapusnak már kétszer is nagyot kellett védenie, de egyelőre a gól nem érkezett meg, és Dibusznak is volt még egy nagy védése. Így jutott a Leverkusen 1-0-ra. Az idő nagyon fogy, rohamosan fogy az idő. 3 gólt kéne rúgni. Bő, hát mennyi ez? 45? 50 perc alatt, 55? Hát nehéz, de hát nem lehetetlen. Meglátjuk. Gyere, tartsatok velem, sok sokat a Fradinak, és hajrá magyar foci, jöjjön az első félidő hajrája. Komolyan mondom. A párharcban a második felső csapat. Thank you.
véget ért az első félidő, és már a második is elkezdődött itt a Ferencváros Leverkusen mérkőzésen, ahol továbbra is vezet a vendég Leverkusen gárdája 1-0 arányba, Liabi góljával. Ferencváros a második felében az első félidő és a végén is próbálkozott, de nem igazán sikerült bevenniük a kaput. Felső léc megint volt már, mint a múltkori mérkőzésen, de ismét nincs gól belőle. Ez tényleg ez így már nagyon bal szerencsés, tehát erre nem tudok mit mondani, hogy kétszer is felső léc, kapusba belelövik, tehát tényleg nagyon nüanszok a különbségek igazából, ez kiegyenlített párharc lenne, egyetőzítésben 0-3 oda, tehát ez nincs közte ez a két gól. Hát mindegy, ez van, Fradinak van még 43 perc, hogy csináljon valamit, hát ha sikerül legalább szorossá tenni, bízunk a legjobbakba, szurkolás továbbra is nagyszerű, a Ferencváros B közép fantasztikusan szurkol, úgyhogy ez van közel egy lehetőség, ho-ho-ho-ho-ho, Csivics vesztette a labdát, bepassz van, Dibusz, Knöster tisztáz. Szóval jön a második fél, de gyertek, tartsatok velem, bízunk abban, hogy a Fradi tud gólt, vagy leginkább gólokat rúgni, és izgalmasabbá tudja tenni a végét ennek a párharcnak, és hát, ha valami csoda történik. Sok sikert a Fradinak, és hajrá magyar foci, jöjjön a második félidő!
A mérkőzés 82. percében vagyunk, és a Leverkusen megnövelte előnyét. A mai mérkőzéssel már 2-0-ra vezetnek a németek. Hát ez a párharc eldőlt, kijelenthetjük magabiztosan. Sajnos a Fradiban benne lenne a gól, de megint egyszer nem tudják belőni a helyzeteket, vagy mellé, vagy fölé, vagy felső, véd a kapus. Nagyon balszerencsés ma is a Fradi, mint ahogy a kinti meccsen is. Közben beállt egyébként egy fiatal Manner Balázs, aki debütált a Fradiban, ha jól tudom, a mai mérkőzésen ezzel a beállásával, és elsőre egy nagyon szemtelen csel után egy gyönyörű paszt adott egyébként. Sajnos nem tudott ebből gólt szerezni a Ferencváros. Ugyanaz utolsó 10 perc ebből az európai szezonból a Fradi számára, azt gondolom fantasztikus európai szezon volt. Bízunk benne, hogy egy utolsó gólt az, amíg a Fradi szerez itt a Puskás Arénában. Sosikát a Fradinak a maradék, hát egy jó bő 10 percre is, és hajrá magyar foci, gyertek, tartsatok velem a hajrára! Ért a mérkőzés itt a Krupa Arénában, ahol a Ferencváros csapata végül is 2-0-as vereséget szenvedett a Leverkusen ellen.
Én azt hiszem, hogy így ki lehet kapni azért Leverkusen ellen. Eléggé hiányérzetes ettől függetlenül ez a vereség is, mint ahogy a kinti mérkőzés is az volt. De 4-0 összesítésben ez így elég simának tűnik, de szerintem ez nem volt annyira sima, mint amennyire kinéz. Minden esetre a Ferencváros mindenképpen gratuláció illeti, hiszen egy fantasztikus utazásban részesítették a Ferencváros drukkereket és a magyar futball szerető embereket. Én is hálásan köszönöm a Ferencvárosnak azt az élményhegyet, amit nyújtottak nekünk szurkolóknak, hogy az egész a Tobol Kosztánál jeleni összecsapással indult még júliusban, és hát mostanáig meg sem állt. Március 16-án ért véget ez az utazás itt a Puskás Arénában egy Bundesliga csapat ellen. Én azt gondolom, a Ferencvárosnak semmi szégyelni valója nincsen, és azt gondolom, erre építeniük kell a jövőben. Csak gratulálni tudok a Fradinak, tényleg egy fantasztikus utazás volt. És ne felejtjük el, hogy azért csoport első lett a Fradi egy olyan csoportban, ahol mindenki az utolsó, majd maximum a harmadik helyre várta őket. Ott csoport elsők tudtak lenni, nem kellett játszaniuk a legjobb 32 között, ami szintén egy nagyszerű, úgymond erőnyerő volt számukra, de végül is a legjobb 16 volt a végállomás. Én azt hiszem, hogy bár minden évben jutni ide egy magyar csapat, az tényleg egy fantasztikus öröm lenne mindenkinek. Visszatérve a mai mérkőzésre, a mérkőzés korai szakaszában egyébként már Diaby révén vezetett a Leverkusen, hát Knoster lemozista sajnos, Dibus pedig jött ki, és mellette eltette Diaby nagyon okosan a kapuba a labdát. Ezután a Fradi próbálkozott, felső lécet lőttek, golyák telibe lőttek Radetzkit, semmi nem akarna menni a Fradinak Pepitába, mint az első meccsen. Majd nem sokkal később ugye megint jött egy lehetőség a Leverkusennek a fél vége felé, és Dibusnak kellett védenie. Nagyszerűen hárított a Ferencváros sportásra, hogy megőrizte az 1-0-ás hátrányt a fél időre. A Fradi a második fél időben is próbálkozott, jobban kinyílt, jobban följebb jött már a Fradi. Egy ilyen kontrát vitt végig egyszer a Leverkusen, amit les miatt akkor nem adtak még meg. Ezután a Fradi továbbra is próbálkozott, de nem tudta bevinni azt a gólt, amiért, hát legyünk őszinték, azért a két meccs alatt bőven megdolgozott a Ferencváros együttese. Nem bírta bevinni, és a végén már egy teljesen szétnyílt, kitámadott Ferencváros ellen végül is Adli vitte be a végső csapást, amikor ő előtte a labdát és a kapufáról. Ahogy a Fradinak mindig kifele, hogy a Leverkusennek természetesen befele ment a labda. Igazi, mondhatjuk úgy, szerencsétlen szituáció, ami ebben a párharcban megállás nélkül volt egyébként. Én azt éreztem, hogy a nüanszok, a szerencse az egyáltalán nem a Fradi oldalára billent el. Talán ez annak is lehet az oka, hogy a magyar bajnokság az nem tudja annyira felkészíteni a Ferencváros, mint amennyire a Leverkusen fel tudja készíteni a Bundesliga. Hasonló helyzetet vélek felfedezni egyébként, mint a Párizsnál a Ligue 1. Hasonlót is a probléma a Párizsnak, csak ő a BL-ben van ugyanezzel a helyzettel, hogy nem annyira tudja felkészíteni az adott bajnokság a csapatot a nemzetközi helyzetre. Itt most ugyanezt éreztem a Fradinál, de ez nem volna semmit a Fradi érdemeiből, hiszen idáig el kellett jutni, mert csak az kaphat ki a Leverkusen ellen az Európa Liga legjobb 16 csapata közé, aki el tud odáig jutni, márpedig magyar csapat ez idáig nem bírt idáig eljutni, úgyhogy azt gondolom, ez mindenképpen egy csoportkörös rendszerben, meg végképp nem, úgyhogy azt hiszem, az Európa Liga történetét a magyar focinak most a Fradi egy nagyszerű szezonnal tudta lezárni, legjobb 16 között tényleg egy vállalható dolog ez. A hangulat nagyszerű volt egyébként, itt a Puskás Arénában ez egy nagyszerű döntés volt a Ferencváros vezetőségét, hogy idehozták ezt a mérkőzést. Több mint 50 ezeren voltunk itt a mai mérkőzésen, rendkívül jól szurkoltak a szurkolók, a B közé fantasztikusan szólt, hiszen az első két karéjon csak B közepes szurkolók voltak, együtt mozogtak, együtt énekeltek, egyszerűen eszméletlen hangulatot varázsoltak. Szóval tényleg egy nagyszerű választás volt ez a Puskás Aréna erre a mérkőzésre. Hát kívánom azt, hogy a jövőben is az ilyen kiemelt mérkőzéseket mind hozzák ide, mert szerintem ez egy nagyon jó választás. És hát ezen felül pedig a mellett se szabad elmenni, azért láttuk azt, hogy hogy néz ki a stadion így az Európa Liga színeiben, hiszen ez nem mást jelent majd, mint azt, hogy az Európa Liga döntőt itt fogják majd rendezni Budapesten. Már csak 8 csapat maradt versenyben, és azt hiszem, hogy bármely csapat fog majd ebben az arénában játszani, fantasztikus élménnyel lesz gazdagabb, hiszen azért ez a Puskás Aréna egy top létesítmény Európában. Ez is gondolom, hogy a Fradinak nagy élmény lehet, hogy itt játszhatott. Én szeretném megköszönni mindenkinek a kitartó figyelmet. A Fradinak köszönöm szépen ezt a fantasztikus nemzetközi élményt. Remélem, hogy jövőre itt folytatják majd, ahol most abba hagyták, és remélem azt is, hogy jövőre nem a legjobb 16 lesz a végállomás, hanem mondjuk legyen a legjobb 8. Szerintem nem bánná senki. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a kitartó figyelmeteket, ha nem tettétek meg, iratkozzatok majd fel az oldalon a YouTube csatornájára, dobjatok egy lájkot a videóra, és kommenteljetek lent rám a komment szekcióba, bármely tartalommal kapcsolatosan, és ezekkel megvagytok, nyomjátok be a kis harangot, hogy minden egyes videóról értesítést tudjatok kapni, mert itt az oldalon a YouTube csatornáján fog majd megjelenni. Ezen felül, ha rendelkeztek Facebookkal, elment közben a hangom, akkor dobjatok egy jó lájkot az oldalon a Facebook oldalára, találkozzunk ott is. Ha rendelkeztek Instagrammal, illetve TikTokkal, akkor pedig várok benneteket személyes profilomon az Ember Norbin, ahol lehető legtöbb mérkőzésre megpróbálok képriporttal, érdekesebb videókkal, illetve főleg a TikTokon
mindenféle speciális témában véleményvideókkal is jelentkezni, hogy találkozzunk majd ott is. És ha szeretnétek támogatni az oldalon a működését és fejlődését, erre lesz majd lehetőségetek a PayPal-on, illetve a köszönetgomb segítségével, melyet itt a like gomb mellett fogtok találni, bármely támogatást előre is köszönöm szépen, hogy minél több minőségi videó készülhessen majd itt, az oldalon a YouTube csatornáján. Úgyhogy véget ért az Európa Liga, reméljük, hogy a döntőre sikerül még majd visszatérnünk, és ezen felül a legfontosabb, térünk vissza az NB1-be, hiszen a hétvégén kiesési 6 pontos rangadó következik Soston, melyet a Videóton és a Kispest Honvéd fog megvívni egymással. Számítok majd rátok abban a vlogban is, találkozunk majd ott is, és természetesen a jövő héten már jön a válogatott, úgyhogy remélem, hogy azon is fogunk találkozni. Hajrá, magyarok! Úgyhogy nincs más hátra, köszönöm szépen még egyszer a kitartó figyelmeteket, találkozunk legközelebb is, legyen szép napotok és szép hetetek, jó hétvégétek! Hajrá, magyar foci, és sok sikert kívánok a Fradinak a továbbiakba is! Sziasztok! Ciao, ciao!